Köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőjét, vendégem pedig itt a stúdióban Kovács Béla Sándor, a 2. számú választókörzet önkormányzati képviselője. Hát azt gondolom, hogy egy hosszabb évértékelőt hallhatnak majd itt a nézők. Én köszönöm, hogy elfogadtam a meghívásunkat. Örülök, hogy itt lehetek. Jó estét kívánok! Azért, hogyha évvége, december, akkor az ember évet értékel, mondhatjuk talán, hogy a többségünk az így van vele, legyen az a politikában, a családban, számos más témában. Most is így lesz ez a Fehérvár Televízióban. A képviselő úrral arról fogunk beszélgetni, hogy tulajdonképpen az elmúlt egy évben milyen fejlesztések, beruházások történtek, illetve hogy majd még milyen tervekről számol be a nézőknek, azt majd az adás vége fele el is áruljuk. Én talán azzal kezdeném, hogy korábban úgy fogalmazott a képviselő úr, hogy Fehérvár tehát tulajdonképpen egy nagyon dinamikusan fejlődő, gyorsan fejlődő város területe Magyarországnak, és hogy azért ez néha gondot is okoz, de milyen problémákat értett ez alatt, illetve hát aztán erre milyen megoldásokat találtak a önök város részében vagy a városban? Hogy egyúttal az évre is visszatérjek, azt a szlogent mondanám erre az évre, különösen a kettes körzetben, hogy parkok és parkolók, a fejlesztéseket azt leginkább ez a kettő jellemezte. Tehát egyrészt jelentős számban építettünk új parkolókat, és ez az, amiről gondoltam a dinamikus fejlődésnél, hogy olyan ütemben nő a személygépkocsik száma, ami elengedhetetlené teszi az újabb és újabb parkolóknak a létesítését. Ugyanakkor igyekszünk ellensúlyozni ennek a környezetre való hatását azzal, hogy közösségi tereket, parkokat is próbálunk minél többet és minél kellemesebb időtöltés biztosítót készíteni. Ebben az évben ez a kettő szerintem viszonylag kiegyensúlyozottan sikerült is. Tehát egyrészt a parkolóhelyek száma is növekedett, másrészt viszont a közösségi tereknek, a parkoknak, az zöld felületnek az aránya is nőtt, illetve ezek az zöld felületek megújultak, sokkal szebbek, esztétikusabbak lettek. Hát ha már ugye parkosítás, megújult, mondhatjuk, hogy a Jávor-Otto tér kompletten. Azt hiszem nem túlzunk, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy új színfoltja lett így a városnak. Én nagyon büszke vagyok rá, és nagyon örülök ennek a parknak. Ami a város szerkezeti jellegét illeti, nagyon szépen felesel válaszol ez a parktér, az országzászló térre, ami szintén ugye az idén lett kész, és egy nagyon szép helye a városnak. A Jávor-Otto tér ugye a várkörük másik oldalán majdhogy nem tükörképe is ennek, és nagyon szép egységes teret alkotnak. Ha szabad megjegyeznem, akkor itt kaptunk olyan kritikát a térről, hogy minden lett betonozva. Megértem ezeket a bírálatokat, tudnélik, ősszel lett kész a park, ezért aztán, amikor átadtuk, tehát amikor megnyílt, lebontották a palánkokat, akkor a bokrok már nem zöldeltek, a virágok nem virágoztak, és tényleg úgy tűnhetett, hogy ami látszik, hirtelen látványos, az a térkő, tehát a sétányok. Valójában nem lett nagyobb, vagy nem lett kisebb a zöld felület, mint korábban volt. Olyan helyre, ahol növény lett volna, olyan helyre nem került térkő. A térkő burkolat az a korábbi murvás sétányok, vagy még murvával sem burkolt, igen, igen, hanem csak kitaposott ösvények helyére került. A zöld felület az talán minőségében még nőtt is, tudni. Korábban a zöld felület nagy rész füvet jelentett, most viszont virágzó növényeket, évelővirág, törperózsákat, levendulát ültettek, illetve jelentős mennyiségű évelő, lombhullató és örökzöld cserjét is ültettek. A parkot most sövény veszi körül. Értelemszerűen ugye a növényeket különösebben sietetni nem lehet, tehát ennek a sövénynek mire valóban sűrű lesz és már takar is, annak kell 3-4 év. Némi türelemre mindig is szükség van a parkoknál, ezt is hadd mondjam, hogy azt az állapotot, amit a tervező elképzelt, azt nem az átadáskor éri el a park, hanem nyilván 4-5 éves fejlődés a vegetációnak a növekedése után. Állítom, hogy tavasszal, amikor a növények zöldülni kezdenek, illetve a virágok is elkezdenek virágozni, akkor a bírálók is meggyőződhetnek róla, hogy valójában a zöld felület, a virágos felület az kellőképpen nagy ezen a téren.
Hát ugye itt kapott helyet egyébként a Születések Parkja is. Így van, ami azt jelenti, hogy minden évben legalább egyel a fák száma növekedni fog a parkban, hiszen az évben született fehérvári kisgyermekeknek a tiszteletére egy újabb és újabb fát fogunk belültetni. És azért, aki itt lakik, vagy aki esetleg a városon át kell turistaként, vendégként, láthatja, hogy azért a városrészben jelentős fejlesztések történtek. Nem csak a zöld területnek a fejlesztése történt, meg utak, ugye járdáknak, parkolók, ugye, amikről az előbb beszéltünk. A Sára Gyula program, hát ugye nem mehetünk el mellette szó nélkül. Folytatódik-e majd ez még a jövőben, illetve mit foglal ebben az évben magába a program? Igen, ugye maga a program az indulásakor is eleve egy 4 éves időszakra számolt, tehát a 2019 őszéig befedő. Így értelemszerűen ennek az utolsó éve az még hátra van. Az előre tervezett felújításokat, azt, ahogy az idő engedi, el fogják kezdeni a városgondnokság, illetve az alvállalkozóinak a dolgozói, és folytatódnak ezek a járda, illetve új útfölépítések. Abban a szerencsés helyzetben van Székesfehérvár, hogy a járda felújítások azok megszokott, mindennapos, szinte karbantartásszerű dolognak tűnnek, amit el kell végezni, mert ez a rendje, és nem jelentenek különösebb fejlesztést. Majd, hogy azt nem mondtam, hogy szóra se érdemes, én találkoztam más településen olyannal, amikor a frissen fölfestett gyalogátkelő helyet átadták ünnepélyesen, mert ez volt a fejlesztés. Fehérváron erre nem szorulunk rá, tehát a járdafelújítások azok teljesen tervezetten és minden különösebb hírverés nélkül folynak. Természetesen az útlakók azért ezt észreveszik az ő életükben egy-egy ilyen járhatóbbá, kényelmesebbé a mozgássérültek számára akadálymentessé tett járdaszakasz is nagy fejlődést jelenthet. Milyen a kapcsolat a lakóközösséggel egyébként? Mert hát nyilván egy képviselőt nagyon sok problémával, felvetéssel, megoldandó dologgal felkeresik ilyenkor a lakók, az ott lakók. Mennyire valósult meg ebben az évben az a fejlesztés, vagy azok a fejlesztések, mert azért mondhatjuk többes számban, amit a lakók vártak el, hogy a területen mindenképpen megújuljon? Természetesen nem mondhatom azt, hogy nem tudom, hogy a polgárok mit szerettek volna. Én hiszem, hogy a polgárok is ezeket a fejlesztéseket várták már legjobban, és a többség egyetért azzal, hogy ezekre volt elsősorban szükség. Azoknak pedig, akik másképp vélik, mert mondjuk olyan körzetben laknak, ahol ebben az évben éppen nem javítottuk ki, nem újítottuk meg azt, ami számukra fontos, nekik a türelmüket kérem. De nyilván valamiféle rangsort mindig föl kell állítani. Fehérváron az a furcsa helyzet alakult ki, hogy máshol ez a sorrendiség, ez elsősorban költségvetési kérdés, tehát hogy mire van, nincs mindenre pénz, ezért a legfontosabbra költünk, aztán majd utána. Fehérváron már nem erről van szó valójában, hanem építési kapacitás az akadálya annak, hogy mit lehet megcsinálni. A költségvetéstől sokkal több munkát is el lehetne végezni egy évben. Objektíve a érintett építési vállalkozások nem tudnak Fehérváron többet vállalni. Itt emiatt kell ütemezni. Na meg hát a közlekedési szempontok miatt, mert természetesen mindenhol egyszerre nem lehet az utakat fölbontani és lezárni, mert akkor megbénulna a város. Egy-egy komolyabb építkezés, útépítés így is jelentős kellemetlenséget okoz a közelben lakóknak, érintetteknek. Adott esetben, mint a Ligetsornál például. Így van, tehát türelem rózsát teremez nyilvánvalóan. Ezt hosszabb ideig is el kell viselni. Igen, hát egy egyszerű lakásfestés is fölfordulással jár, amikor hogy össze kell tologatni a bútorokat, le kell takarni, meg maga a munkavégzés, az óvatatlanul kellemetlenségeket okoz. Ilyen a fölújítás, fejlesztés is. Tehát a Ligetsorra is érdemes volt várni. Én remélem, hogy így gondolják. Mikor is indult ez a munka, pontosan? Másfél éve. Másfél éve már, igen. 2017-nek az elején. Maga a tervezés még régebben, tehát igazából a közbeszerzési eljárásoknak a sajátosságai, szigorú előírásai, határidői miatt elég lassan, tehát későn tudott elkezdődni. Tehát egy komplett felújítást tapasztalhatnak. Valóban ugye nem egy egyszerű útfelújításról volt szó, ahol a felső réteget leszedik, aztán újra burkolják, hanem itt láthatták a
közelben lakók, hogy itt majd 2 méter mélységű árkot ástak az út helyére, hiszen valamennyi köznövet, a vízvezetéket, csapadék elvezetést ki kellett cserélni. Az útalapot újra cserélték, és majd csak ezt követhette ugye az útburkolatnak a kialakítása, beleértve a utat két oldalt kísérő járdákat is, sőt a tó felüli oldalon a tóhoz csatlakozó sétány is a út felújítása után készülhetett el. Azért talán mondhatjuk azt, nem túlzás, hogy egy fővárosi színvonal alakult ki ott a Liget soron. Én azt mondom, székesfehérvári színvonal, mert talán ezzel még többet is mondunk. Én a magam részéről büszke vagyok arra, hogy Székesfehérvár fejlődik, és remélem, hogy ezzel a legtöbb fehérvár is így van. Akár anélkül, hogy hasonlítanánk bármi, ez is önmagában impozáns, és tulajdonképpen elismerésre méltó az a fejlődés, ahogy Fehérvár. Tehát a Liget sor volt egyébként az egyik legnagyobb fejlesztés az elmúlt időszakban. Igen, a városi szinten is az egyik legnagyobb költségvetésű beruházás volt ez. 100 milliós nagyságrendű volt, ami azért valóban már városi szintű. Tehát ezt már a éves költségvetésbe kellett tervezni. Ez a soros karbantartásoknak a szintjét jócskán meghaladta. Ott azért egyébként, hogyha elmegyünk a Liget soron látni az autósokat, hogy talán mostanra már azt mondhatjuk, hogy nagyjából bevett szokássá vált az igazi rendszernek a megléte náluk, de azért sajnos vitákat szült néhány képet a közösség oldalakon is láthattunk az autók nem megfelelő parkolása kapcsán. Igen, ez hogyan rendeződött ez a probléma? Így van, így van. Párhuzamos a parkolás, az úttal párhuzamosan kell parkolni, és mivel ez a szokásos eltér, pedig hát a szokásos ugye az vagy az útra keresztbe, vagy a ferde. Ezért eleinte, tehát amikor megnyitották az utat vele a parkolók, eleinte többen ezt figyelmen kívül hagyták, tehát nem figyeltek a táblára és a fölfestésre. A hetekben többször jártam arra, úgy tűnik, hogy mostanra megszokták az autósok is, és nem nagyon láttam olyat, aki. Egyébként ez kicsit maga után vonja, ha a többség úgy áll be, ahogy az föl van festve, tehát hosszába, akkor közéjük már csak ugyanígy lehet leparkolni. Így van, így van. Ez fordítva is igaz volt, néhány szabályszegő, ha sikerült neki halszákaszerűen beállni, akkor már nem lehetett egyenesen. Mára ez szerintem rendeződött, és úgy tűnik, hogy rendeltetésszerűen használják a parkolót. Ami gond az, hogy nincs elég, tehát így is kevés, viszont éppen ezért a Vörösmarty Általánoskolával szemben a két szedeskerti épület közötti nagyobb területen, ott egy újabb parkoló épül, napokon belül kész lesz és használatba vehetik az itt lakók, illetve az iskolában dolgozók, meg hát akik az iskolába autóval hozzák a gyermekeiket. Ez hány férőhelyes lesz majd ott? Ez szerintem 20 fölött van, mert egy viszonylag nagy, tehát sokat fog segíteni. El kell mondanom, hogy amikor a terv fölvetődött, akkor én nem is örültem túlságosan ennek. Sajnáltam azt a jelentős nagyságú gyepfelületet, amit föl kellett áldoznunk, de aztán az iskola igazgató helyettese, illetve dolgozói meghívtak, hogy néha néhány nap menjek el reggel, és nézzem meg, hogy hogyan próbálják megoldani a szülők az gyerekek iskolába hordását, és azt kell mondjam, hogy igazuk van. Mm-hmm. Tehát valamiféle kompromisszumot kell kötni, mert valóban nem, hogy nehézkes leparkolni reggel az iskola közelében, hanem szinte lehetetlen, és ez nagyon nagy számú embert érint. Tehát ugye a gyerekeknek a szüleit, illetve a gyerekek szülei ott lakóknak okoznak problémát, hogyha szabálytalanul rakják le az autójukat a parkolóautók mellé, akik szintén munkába mennének, és akkor emiatt nem tudnak, mert valóban szükség volt rá. Hát ennek az lett az ára, hogy a zöld felület, tehát a gyep felület valóban csökkent, viszont egyetlen egy fát sem kellett emiatt kivágni, tehát sikerült úgy megtervezni a parkolóhelyek elhelyezését, hogy minden fa megmaradhatott, sőt további, egyébként ez környezetvédelmi előírás is, betartották az előírásokat, és minden 3 parkolóhelyre számítva egy újabb fát ültettek el, így a összességében a zöld felület tulajdonképpen nem fog csökkenni, csak a fű helyett a fáknak a lombkoronája lesz az, ami biztosítja majd az oxigént, illetve megköti a közlekedésből származó port.
Tehát zöld terület kialakítás, parkosítás, parkoló átadás, hát minden volt itt a 2018-as évben tulajdonképpen, ami a várost, vagy hát ugye ezen belül a város részt érinti. Mit tartogat számunkra a következő év, a 2019-es a fejlesztések kapcsán? A harmadik Béla Király teret említeném, mint ami illeszkedik ebbe a sorba, hogy parkok és parkolók, bár az ott az időrendi sorrend fordítva történt, hogy a teret körbe futó útnak a felújításához kapcsolódóan a korábban murvás borítású parkolóhely térkőburkolatot kapott, egyértelművé vált, hogy az úton, tehát a körbefutó úton hogyan kell parkolni. Igen, igen. Ennek olyan egyszerű oka volt, hogy korábban ez nem volt egyértelmű, annyira rossz állapotban volt a harmadik Béla Király téren az út burkolat, hogy arra nem lehetett fölfesteni, hogy hol parkolhatnak az autók, mert az aszfalt szilárdsága miatt az a fölfestés az napokon belül eltűnt volna. Onnan most már az út burkolatra föl lehetett, és egyértelművé vált, hogy melyik oldalán lehet az útnak parkolni, így a másik oldalon a közlekedés könnyebbé vált. És az útfelújítás után jöhetett a park, a kertészeink az ősszel, az útátadása után kezdhettek hozzá. Így itt is az lesz a helyzet, mint a Jávorottó téren, hogy jelenlegi állapotában, bár a kertészek végeztek, de jelenlegi állapotában nem mutat a park tulajdonképpen semmit, majd tavasszal, amikor a vegetáció beindulhat, akkor fog látszani, hogy akkor mennyire megújult a tér, illetve a tér közepén lévő park. Ami szintén nem látszik, az lesz, hogy a két szoborból az egyik, az úgy, ahogyan régen ismét szökőkútszerűen fog működni, bár a szökőkút itt nem a legjobb szó, mert nem szökik belőle a víz, hanem csörgedezni fog belőle a víz, és körülötte a medence az egy egységes vízfelületet fog tükrözni, mint ahogy az alkotó annak idén ezt elképzelte. Szerinte, hogy ez hozzátartozott a szoborhoz, a tükörképe, illetve azok a fények, amit a víz visszaver rá. Sajnos mind a két szobor esetében ezt nem sikerült már megvalósítani. Az egyik az olyan rossz állapotban van belülről, ahol a vezetékek futnak, hogy úgy nem volt megvalósítható. Ezért az a szobor, az egy árvácska, ugyancsak kör alakú, de nem medence, hanem árvácska ágyás közepén fog állni. A virágágyás az már látszik, az árvácskák úgy tűnik bírják a hidegebb időjárást is. A kút, a medence az egyelőre le van burkolva, tehát ebből a környéken lakók, illetve az ide látogatók most csak egy fekete nájlon sátrat látnak, a fagytól egyelőre meg kell óvni a medencét, illetve a szobrot, de a tavasszal ezt is ki fogják bontani, és ugyanígy az elültetett nagyszámú fa is a tavasszal remélhetőleg kizöldel, illetve a gyepfelület, ami szinte teljes egészében megújult, tehát újra vetették a füvet, az is egy nagyon szép nyilván hatást fog majd kelteni. Több lakossági fórum is volt az elmúlt évben. Milyen visszajelzések jöttek még, és mit terveznek még a 2019-es évre? Év elején tartottunk inkább fórumokat. Azt kell mondjam, hogy nem okoztak meglepetést, mint ahogy általában nem okoznak. A legtöbb probléma, amit a polgártársaink felvetettek, az a közlekedés, illetve a parkolóhelyek. Ez a parkolóhelyek, igen. Az lesz még száma. Akkor ez esetleg a következő? Belváros, ahogy hívják, városközpont észak, tehát belváros közeli a választókörzetünk, ha nem is kifejezetten a belváros. A városoknak ezeken a helyein a központi fekvés miatt, illetve a nagy autóforgalom miatt a parkolás az általában gond. Úgy tűnik, hogy ezen sokáig új parkolóhelyeknek a kialakításában már nem nagyon lehet segíteni, mert gyakorlatilag elfogytak a helyek. Tehát nincs már hely a körzetben, ahol új parkolóhelyeket lehetne kialakítani. Mi a megoldás akkor? Vélhetően épített parkolót fog a városközpont körülvéve kialakítani, parkolóházat, illetve mélygarást, ahol nagyobb számú autót lehet elhelyezni. A jövőre nézve csak ez jelentheti a megoldást, mert másképp nem fér el ez a nagyon sok autó. Hát én köszönöm szépen a beszélgetést, és ezekhez a tervekhez, fejlesztésekhez, beruházásokhoz kívánunk. Hát a Fejérvár Televízió valamennyi kollégájának nevében nagyon sok köszönöm sikert. Köszönöm szépen, rajta leszünk. Köszönöm, képviselő, hogy elfogadta a meghívásunkat, a nézőknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, ne kapcsoljanak sehová. Én köszönöm, hogy itt voltak velünk, viszontlátásra!